SCP-939. Hangok sokfélesége. Besorolási osztály, keter. Speciális elzárási eljárás, SCP-939-1-3-19-53-89-98-99-98-99-109 elhatárolása egy fegyveresen őrzött 14-es bioelzárási terület. 1163-as A cella vagy 1163-as B cella. Az alanyokat egy 10 méter x 10 méter x 3 méteres cellában kell lezárni. A cellák fala vasbetonból lett felállítva, mely hátrányos túlnyomást gyakorol a teremre. A terembe való bejutást egy külső fertőtlenítő kamra és belső gázzáró a célajtó előzi meg. A megfigyelő fülkék termeinek ablakait 10 cm vastagságú biztonsági laminált üvegből készítették, melyet egy 10 kV erősségű elektromos háló véd. A termeket 16 Celsius fok hőmérsékleten 100%-os páratartalom alatt tartják. A lényeket folyamatos megfigyelés alatt tartják infravörös kamerákkal. SCP-939 területére való belépéshez 4-es szintű engedély szükséges. A feldarabolt SCP-939-101 alany részei a 12-es biokutatási terület SCP-939-101M tartályba lett áthelyezve fagyasztott állapotban. Áthelyezve az SCP-939-101A tartályból. SCP-939-101-hez való hozzáférést 2 harmadszintű személyzeti tagnak kell biztosítania, továbbá legalább az egyik engedélyezőnek jelen kell lennie a kutatási és a tesztelési idő alatt. Egy adott időben csak is egy tartályhoz való hozzáférés a megengedett. A fagyasztó tartályból eltávolított szövetek hőmérsékletét figyelni kell. Amennyiben a szövetek hőmérséklete 10 Celsius fok fölé emelkedik, a vizsgálatokat azonnal fel kell függeszteni, a szövetet vissza kell helyezni a tartályba. További vizsgálatok csak 72 óra múlva válnak újra elérhetővé. Kivételes esetekben folytatható a vizsgálat, amennyiben az megfelelően engedélyezve van. A cellákat 2 hetente kell tisztítani, a folyamat alatt az alanyokat át kell terelni a szomszédos cellába. A procedúra ideje alatt a megfigyelő fülkéből ellenőrizni kell az ajtókat, esetleges sérülés esetén javítani kell azt. SCP-939 bármilyen interakció esetén erős szedációt igényel. A beavatkozás legyen a cellába való átterelés vagy kísérlet. Az alany átterelési és a vele való kísérletezési folyamatát a 939-TN4-es számú dokumentum foglalja össze. C-szintű biztonsági felszerelést köteles viselni az a személy, aki kísérletet kíván folytatni SCP-939-zel, vagy ha csak az alany területén is tartózkodik. A kívánt folyamat befejezése után minden személy köteles fertőtlenítő eljáráson részt venni, megakadályozva ezzel a fertőzések veszélyét. Az ABCA-14-939-3-as incidens után előírt, hogy minden nem D-osztályú személy köteles egy vízálló elektronikus impulzus számláló monitort viselni, míg SCP-939 területén tartózkodnak. Ezek a számlálók egy vezeték nélküli hálózaton keresztül működnek, függetlenül a létesítmény fő elektromos hálózatától. Legalább egy takarék energiának kell készenlétben lennie. Ha a monitor nem mutat szívmozgást és nem vehető észre meghibásodás, a személy valószínűleg halott. Továbbá meg kell figyelni, hogy nem történt-e szabálysértés. Minden SCP-939 lényt bőr alatti nyomkövetővel kell ellátni. Leírása. SCP-939 csoportos ragadozó. Testük hőt nyelel, egyes rendszereik sorvatnak tűnnek. Hasonlóak a gerinctelen élőlényekhez, testük felülete vörös,
nedvát eresztő, kémiailag erősen hasonló a hemoglobinhoz. Méretük állva eléri a 2,2 méter magasságot. Tömegük eléggé változó, átlagosan 250 kg. Mind a négy végtagjuk három ujjú karmokban végződnek, plusz egy negyedik, mely szembefordítható a többivel. Ugyanakkor erősen borítva van sörtékkel, melyek jelentősen segítik a mászóképességet. Fejük teteje elcsökevényesedett. Nincsenek látószervek, vagy akár helyek e szerveknek. Hiányzik a koponya fedél, piros állkapcsaik, agyarszerű, enyhén világító fehér fogoknak ad helyet. Piros állkapcsaik agyarszerű, enyhén világító fehér fogoknak ad helyet, melyek hasonlóak a Caulioduus nemzetséghez tartozó halékhoz. Agyaraik akár 6 cm hosszúak is lehetnek, körülvéve hőérzékeny gödörszervekkel. Tüskés háti gerincén szemfoltok futnak végig, melyek érzékenyen reagálnak a világosságra és a sötétségre. A tüskék lehetnek akár 16 cm hosszúak, és úgy tartják, hogy érzékeny a levegő nyomására és az áramlására is. A lények központi és periférikus idegrendszere csak úgy, mint a keringési rendszer és az emésztőszervek hiányoznak. A légzőrendszer sorvadt és nem szolgál semmilyen nyilvánvaló célt. Lásd AMNC-227-939-es incidens jelentése. SCP-939 táplálékbevitele nem szolgál semmilyen élettani funkciót, sem pedig az elfogyasztott szövetek megemésztése. Látszólag az elfogyasztott táplálék felhalmozódik a légzőrendszerben, ott összegyűlik, melyet az alany felkérődsz egy idő után. A fontos szervek hiányának ellenére SCP-939 képes reprodukcióra. SCP-939 zsákmányszerzés céljából, ahogy ezt az elnevezése is mutatja, utánozza az emberi beszédet. Az előző áldozat hangját felhasználva csalogatja oda a gyanútlan prédáját. Volt már példa más fajok hangjainak utánzására is, zsákmányát egy aktív éjjeli vadászat alatt is megszerezheti. SCP-939 hangkibocsátásán hallható az első áldozat beszédje, szenvedése, hangkiadása, amelyet azelőtt adott ki, mielőtt áldozattá vált volna. A lény ezeket a hangokat használja és ismételgeti újra. Az, hogy a lény hogy szerzi meg a hangokat, jelenleg nem tudni. Egyes példányok úgy is tudják utánozni az áldozataik hangját, hogy előtte egyáltalán nem is hallhatták őket beszélni. Az elemzések nem hoztak eredményt arról, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a hangokat, ha SCP-939 bocsátja ki, vagy valóban az eredeti lényhez tartozik-e. Ezért a biometrikus hangfelismerő vagy egyéb más hangfelismerő program beépítése a biztonsági rendszerekbe ellen javallat. Az áldozatát a koponyáján vagy a nyakán ejtett harapással öli meg. Harapásuk erőssége lehet akár 35 megapaszkál. SCP-939 percenként kilélegez egy C-osztályú aeroszolos anyagot, melynek jele AMNC-227. Ez az anyag átmeneti anterográd amnéziát okoz, gátolja az emlékek kialakulását a kezdeti időtől fogva. Átlagosan ez 30 percen keresztül tarthat. Az anyag szintelen, szaktalan, íztelen. Az anyag belélegzésének veszélyessége jól szellőztetett helyiségben sem elhanyagolható. 30 perccel az AMNC-227 belélegzésének elmúltával az anyag jelenléte a véráramban kimutathatatlan. Bármely személyzet kienyhe zavart mutat az anyag jelenlétében, azonnali eltávolítást von maga után a helységből.